Szadán a 11 éves Almárium sorozat aktuális vendége Varró Dániel költő, műfordító volt a helyi faluházban. Az esemény szervezője és házigazdája Juhászné Bankó Zsóka, a Székely Bertalan Művelődési Ház vezetője volt. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük téged, és megtisztelő, hogy eljöttél, és vendégünk vagy ebben a nagyon híres Almárium sorozatunkban, ami már körülbelül 11 éve indult, tehát 11. évfolyamat írjuk, és az Almárium névhez híven csupa olyan ember hívunk meg, és nagyon örülünk, hogy tudunk vele találkozni, hogy az Almárium jelentésében benne van, hogy amikor ugye a szellemi muníciók, hogy fogyóban vannak, akkor van egy hely, ahova el tudunk jönni, és találkozni tudunk olyan emberekkel, amilyen például Varró Dániel is, vagy Nyári Krisztián, vagy Ugron Zsolna, vagy korábban Szabó Magda, és egy jó páran Porcán, és egy nagyon szép kis névsorunk van, hogy ez most itt így a te estén. A rendhagyó est különlegességét az interaktivitás adta, hiszen a már 26 évesen József Attila díjjal jutalmazott költőtől a közönség soraiban ülők kérdezhettek. Mikor szembesültél azzal, hogy nem úszod meg is költőként, és az irodalom elképzeltjeként fogsz élni? Igazából, nem tudom, hogy honnan mondjam, hát igazából ugye, jó, gyerekkoromban egyáltalán nem érdekeltek nagyon a versek, de van egy nővérem, aki nem 2 éve idősebb, és ő írt verseket. Nektek van, akinek van nagy testvére közületek? Ti egymásnak vagytok nagy testvérei? Na, akkor te biztos nálam jobb fejek vagytok, de engem nagyon zavart az, hogy a nővérem tud valamit, amit én nem tudok, és hogy tehetséges, mindenki mindig megdicsérte, milyen ügyesen ír verseket, és akkor egy idő után megelégeltem ezt, és gondoltam, hogy ha ő tud verset írni, akkor biztos nem van nagy dolog, és tehát, ha nekem is megy. Úgyhogy emiatt kezdtem ilyen kistestvéri féltékenységből először verset írni, meg nagyon tetszett nekem az, hogy a költők ilyen híresek, tehát hogy tanultunk az iskolában Petőfiről, aki ugye szó volt, és akkor azt tanultuk róla, hogy ő egy fiatal magyar költő volt, aki írt egy elbeszélő költeményt, a János Vitézt, és ettől egy csapásra országosan híres költő lett. Aztán utána tanultunk Arany Jánosról, és pontosan ugyanezt tanultuk róla, hogy egy fiatal magyar költő volt, aki írt egy elbeszélő költeményt, a Toldit, és ettől egy csapásra országosan híres költő lett. És akkor ezt úgy összeraktam a fejembe 12 éves koromban, hogy ezek szerint kell írni egy elbeszélő költeményt, és én is biztos egy csapásra országosan híres leszek. Úgyhogy ez volt a két fő motivációm abban, hogy elkezdjek írni, hogy a testvérem, mert lenyomjam, meg hogy híres legyek, és akkor én is írtam egy elbeszélő költeményt, ez volt 12 éves koromban a Nyuszika, és aztán megírtam a Nyuszika szerelmét és a Nyuszika estéjét, ez egy ilyen trilógia volt, úgyhogy ezzel kezdődött. Akkor még nem gondoltam feltétlenül, hogy költő leszek, hát igazából focista akartam lenni, de még mindenki focista akart lenni az osztályban, még abban az időben a magyar foci is, amikor én gyerek voltam, víz nem volt olyan rossz, meg még a Videóton döntőt játszott a Real Madrid, de az UEFA kupában megvertük a brazilokat 3-0, tehát akkor még jó volt, mindenki focista akart lenni tényleg, de hát ahhoz nem voltam elég tehetséges, és arra emlékszem, hogy már ilyen középiskolás koromban, amikor már így érdekeltek tényleg a versek komolyabban is, és úgy küldözgettem ilyen versíró pályázatokra is volt, és hogy nyertem, és nagyon büszke voltam, és akkor már kezdett ilyen költői öntudatom lenni, akkor anyukám mindig azt mondta, hogy jó, hát most véletlenül megnyertem ezt a versíró pályázatot, de hát a többiek szerint sokkal jobb verseket írnak, és én olyan jó vagyok matekból, inkább legyek bankár. Szerencsénkre nem lett bankár Varró Dánielből, és az országos hírnévre se kellett sokáig várnia, hiszen 21 évesen jelent meg első verses kötet. A Bögre az úr, ami egy csapásra ismerté tette a tehetséges ifjú költőt. Megjelent az első verses kötetem, és hát akkor az egyébként még sokáig, tehát az, hogy költő, az ugyan nagy szó nálunk, vagy nem tudom, meg hogy tanulunk ezekről a nagy költőkről, tehát hogy sokáig azt úgy nem mertem magam mondani, hogy költő vagyok, de aztán úgy rájöttem, hogy igazából az csak azt jelenti, hogy valaki verseket írt, tehát hogy rossz költők is vannak, vagy vannak rossz focisták, meg mindenféle foglalkozásban vannak, tehát hogy az önmagában nem egy ilyen minősítő dolog, de nagyon érdekes nekem, hogy most már ilyen büszkén mondom, hogyha kérdésválaszoljuk azt, hogyha megkérdezik, hogy milyen foglalkozásom, hogy költő vagyok, de nemrég voltam a rendőrségem, mindegy egy ilyen nem érdekes ügyben, és megkérdezték a foglalkozásomat, és mondtam büszkén, hogy költő, és ilyen nagyon furán néztek, és szigorúan nézett rám az a, nem tudom, a kihallgató, és akkor hozzátettem, hogy műfordító, és akkor beírtam, műfordító. De azt úgy elfogadtam, hogy foglalkozás, de a költőt azt nem, tehát, hogy ez mennyire elbizonytalanodtam, hogy ez mennyire nevezhető foglalkozásnak, de hát most már ezt csinálom.
A magyar kortárs költők között Varró Dániel fogalmaz az egyik legközérthetőbben, amire méltán lehet büszke, hiszen a klasszikus magyar irodalom nagyjai köszönnek vissza írásaiban. Hogy én olvasok-e verset? Sok verset olvasok, igen, szeretem a verseket. Hát gyerekverseket, tehát a gyerekeimnek is olvasok mindenféle verseket, meg magamnak is. Őszintén szólva, a kortárs költészetnek egy részéről eléggé lepattanok, és mindig újra és újra nekiirugaszkodom. Tehát ugye én, most nem olvastam, és nem derült ki, de hát én viszonylag ilyen hagyományos, rímes, csengő, bongó, meg ilyen könnyen érthető verseket írok. És hát van azért egy elég erős olyan vonal, ami ilyen szabad versek, meg egyszer azt olvastam egy kortárs költőről, és az nagyon tetszett, és szerintem sokat mondó egy valami tanulmányban. Azt írta egy okos kritikus, hogy nem mondom meg, hogy ki egyébként nagyon jó költő, és én szeretem, de azt írták róla, hogy a versei finoman elutasítják az olvasói megértés igényét. És ez viszonylag sok mindenkire jellemző szerintem a mai közvetben, hogy finoman elutasítja az olvasói megértés igényét. És mert én is egy hát viszonylag ilyen egyszerű olvasó vagyok, bár jártam magyar szakra, de például irodalom elmélet 4-ből megbuktam, tehát ez soha nem volt annyira erősségem, így az elméleti része. Nagyon sok mindenhol úgy érzem ezt az elutasítást, és akkor nem tudom befogadni, úgyhogy olvasok ilyesmit is, de ez én magamtól legszívesebben ilyen régi költőket olvasok, Arany János, meg a Nyugatosokat, meg nem tudom, tehát hogy az, ami nekem a legjobban bejön, és hát ez meg is látszik a saját versenyben valószínűleg, hogy nem mindegyik olyan korszerű. A szadai közönségnek, akinek Kedve Dacos című mondókás könyvéből olvasott föl Varró Dániel, aki az ihletet saját életéből merítette, hiszen egy 2 és egy 4 éves gyermek édesapja. A legérdekesebb nyilván az, hogy egymással hogy jönnek ki a gyerekeim, hát azért mindegy, erről elolvasok egy verset, az a cím, hogy a kistesó. A kistesó az ordibál, a kistesó az hiszt is, kaját a székből eldobál, és szétszedi a sint is. A sint az sajnos szétszedi, a kistesó az rombol, a kistesó gonosz Jedi, lelézer, kardozom jól. A kistesó az bajt csinál, az felborít, meg eltép, a kistesó az Jancsikám, hát hányszor mondjam el még. A kistesónak van cici, de fagyi nincs, csak tölcsér, a kistesó az még pici, a nagy dömperre fölfér. A kistesó a viccemen nevet, mint más csak hajtép, a kistesónak sicc, de nem megy mégse sajnos arrébb. A kistesó a félelem, hogy el akarja venni, a kistesót, míg én velem van, nem bánthatja senki. Leszek, ha éri támadás, 300 hősi hellén, nem tűröm el, hogy bántsa más, kupán csapom, ha kell én. Varró Dániel költészetének nyelvezetében fontos a játékosság. Ezt bizonyítják a felnőtteknek szóló költeményei is, amelyekből a közeljövőben szeretne kiadni egy verses kötetet. Hát ugye rengeteg verset írtam a gyerekeimről, és azt a feleségem egy kicsit zokon vette, hogy róla meg viszonylag keveset, és akkor rágta a fülemet, hogy írjak hitversi verset, de eddig nem nagyon sikerült, felolvasom, amíg jutottam, ez elég rövid, az a címe, hogy 40-es férfi szerelmi szózat a szíve hölgyéhez. Gyere, babám, dédelges, nincs ma este BL meccs. Ez a hitversi lírám, de olvasok valami komolyat is. Elolvasom ezt, hogy 32 éves múltam, ez már bőven igaz, önfelköszöntő költemény. 32 éves múltam el, csatában mégsem hultam el, sinen, se nem, csak ámulok, hogy jé nekem, félig lefolyt az életem, gügye, ügye, a volna lettbe billen épp, lét összegeznem illenék emitt, de mit? 32 év elslattyogott, nem történt semmi nagy dolog, kis ez, kis az, van már nejem, van kisfiam, s jut asztalomra kifli, jam, diós, briós, de elcsigáz a teperés, az út, mely csupa hepeés, csupa hupa, s ki lát, azt mondja, haj, Dani, nem vagy te már a hajdani, ez öcs, a göcs, hogy újra már nem kezdhetem, sehogy se rendelkezhetem, e lett felett, hogy jaj, a múlt pár passzusát, nem költhetem már basszus át, alap a lap, s a jövő sincsen nyitva már, hogy őszbe fordul itt a nyár, szarügy, farügy,
Mi nem lettem már, nem leszek tűzoltó, juhász, plö ezek, sem ács, sem más, nem végzek munkát, kétkezit, költő vagyok, ha kérdezik, badarmadár, s habár szemöldököm közét redőzi az alig középkorú ború, bár gyűl a szürke szerteszét, fejem fölött a kerge szép, az úr, az úr. A jó hangulatú közönség találkozó végén Varró Dániel könyveiből lehetett szemezgetni, amit a könyvszalon díjas költő készséggel dedikált a jelenlévőknek.